A Berzsenyi Dániel gimnázium falai közül számos diák került ki, akiknek sikerült álmait megvalósítani. A sikerekhez a gimnázium tantestülete minden segítséget megad. Igen, mondhatom, hogy partnerek vagyunk mind a diákok, mind a szülők felé, tehát akiknek komolyabb céljaik vannak, felsőoktatási intézménybe szeretnének tovább tanulni, azokat tudjuk segíteni. 65-en maturáltak az idén a berzsenyisek. 46 fő végzős, aki most elkezdi az érettségit, vannak előrehozott érettségizőink, akik 11-ben már teljesítették mind az adott év, mind a következő tanévnek a követelményeit, és ezáltal előrehozott érettségit tesznek. Ők 17-en vannak, illetve van 2 külsősünk is, úgyhogy összesen 65 fővel indult az idei érettségi. Emelt szinten is 11 tantárgyból, illetve középszinten is 11 tantárgyból tesznek érettségit. Magyar, matematika, történelem, angol és német nyelv, biológia, kémia, fizika, testnevelés és informatika, média tantárgyakból. Az érettségi az elmúlt években nem a megszokott módon történt a pandémia miatt. Az idei évben ismét a jól bevált írásbeli és szóbeli vizsgák is meg lesznek tartva. Ez nagyon jó dolog szerintem a gyerekeknek, hogy ismét szóban is vizsgázhatnak, mert ott azért lehet még feljebb húzni az eredményen. Hát szerintem, aki régebben visszaemlékszik az érettségire, a jelenlegi érettségizők is úgy vannak, hogy nagyon izgulnak most, de bízom abban, hogy nem fogja ez rányomni a bélyegét a teljesítmény. A berzsenyis diákokat a matek írásbeli után kérdeztük. Hát a magyarnak van a szövegértés, azt szerintem egész jól sikerült, nem volt annyira vészes, az SCT meg kicsit meglepődtem. A matek meg szerintem kifejezetten jól sikerült. Hogy sikerült a felkészülés, hogy érzed? Tehát, hogy rendben lesz minden? Szerintem igen. Hát megmondom őszintén, én elég laza csávónak tartom magam, és semmiképp nem izgultam. Kimondottan egyszerűnek tartom ezt a matekot. Az első résszel kicsit megült a bajom, de második rész az kompenzálta, idén nagyon könnyű volt a második rész. Nem voltam stresszes, pedig azt hittem, hogy nagyon fogok stresszelni, de nem. A magyar nehéz volt picivel, amennyire számítottam rá, a matek meg ahhoz képest könnyebb volt. Sok ismerősöm mondta már, hogy a matek próbaérettségi az sokkal nehezebb, mint a rendes. Ez így is volt. Az első rész az nehéz volt, de a második az sokkal könnyebb. Szerintem soha sikerült. Amit tudtak, megtanítottak nekünk és felkészítettek rendesen. Nem volt olyan nehéz, de azért oda kellett figyelni. Hát egyértelműen a matek, legalábbis számomra, mivel a matekhoz elég és uta vagyok, szóval igen, a matek. Hát nincs meg az a tudás, amit online-ba kellett volna megkapnunk, nem stabil. Ugyanez, engem teljesen kiborított ez az online oktatás, úgyhogy én még most a végére rászkódok vissza. Az érettségi után kezdődik a nagybetűs élet, így a fiataloknak kész terveik vannak. Székesfehérvárra az Óbudai Egyetemen jelentkeztem fölmérős földrendező szakra. Szakmára fogok menni, kozmetikusnak. Hát az volt az eredeti terv is 8. után, csak a anyukám mondta, inkább menjek előbb gimnáziumba. Pestre fogok menni egyébként, a tanulmányom ott fogom folytatni, nem felsőoktatásban. A felkészítés az bőségesen elegendő volt itt a Marci gimiben, a tanárok több mint elegendő segítséget és támogatást tudnak nyújtani a diákoknak, szóval szerintem minden iskolatársam nevével beszéltek, hogy sikeresen fogjuk venni ezt az akadályt, az érettségit. Nagy Kanizsára jelentkeztem közgazdászasszisztensnek, de majd kiderül. Én is szeretnék tovább tanulni Budapestre, Gazdasági Egyetemre. Kommunikációs médiatudomány irányba. A gimnázium élete az érettségi után a megszokott hétköznapokkal folytatódik, és kezdődhet az évvégi hajrá. A június 15-én lesz vége ugye a tanévnek a többieknek, a 9-10-11. Évfolyamon, és a következő héten már kezdeni fogjuk az érettségi szóbeli részét.